Én nem akartam operatőr lenni. Én egy bot csinálta operatőr vagyok abban az értelemben, hogy tulajdonképpen színész akartam lenni. 56-ban érettségiztem, és akkor 56, 57, 58, 59-ben jelentkeztem a színész szakra, ahol mindig túljutottam az első próbákon, aztán pösszeségem miatt végül is nem engedtek főiskolára, de akkor már annyira ismertek, hogy mikor 60-ban jelentkeztem a rendezői szakra, Simó Sándor Pari Gyarmati Lívia osztályba, akkor a Erskó tulajdonképpen felvett engem, aminek a bizonyítékát megmutatták nekem a tanulmányi osztályon, de aztán a minisztériumban kirúgtak az utolsó 20-ból. Akkor indoklás? Nem volt az divat. Nem vettek föl, nem voltam akkor. Ez tulajdonképpen egy ilyen ösztöndíjas, bizonyos diplomákkal rendelkező urak, hölgyek számára kiírt osztály volt. Egy ilyen káderezés volt, egy utolsó káderezés, ahol már nem feleltem meg. Ott ismerkedtem össze azokkal a későbbi filmrendező barátaimmal, ez alatt a felvételi alatt, akikkel aztán többször együtt is dolgoztam, és akkor a rákövetkező évben operatőr szak indult a főiskolán, ahova életem akkori nagy szerelme, aki színésznő volt, és akit már fölvettek egy évvel azelőtt a főiskolára, azt mondta, hogy ez a dolog így nem megy tovább, nem lehet civil modellezőként egy színészt hallgatóval életet élni, és ő makacs elhatározással az utolsó pillanatban beadta az operatőr szakra az én felvételi kérelmemet, és miután addig egy fényképezőgép nem volt a kezembe életemben, ez egy elég merész vállalkozásnak tűnt, de akkor ő is, meg a persze rokonok felhajtottak mindenféle kapcsolatokat, segített nekem Bojkovszky Béla bácsitól kezdve Lakatos Ivánig mindenki, hogy elmondják és megsúgják, hogy az illésmesternek mi a hobbija a felvételkor, és ez a hobbi, ez belevágott eléggé az én gondolkodásmódomba, az emberközpontuság, az emberrel való foglalkozás, tehát nem az abstrakciók keresése. És akkor sikerült előállítanom egy olyan képsorozatot, ma szociófotónak mondanánk ezt, akkor nem volt szegénység az országban, tehát nagyon kellett keresgélni az utcán a nyomorultakat. De én találtam egy pár ilyet, és ezek a képek tetszettek, és az Illés azt mondta, hogy mit csinál, hogyha jövőre, mit csinál, most nem veszük föl, akkor mondtam, hogy jövőre akkor megint jelentkezem, de jövőre nem lesz operatőrszak, nem baj, mester, akkor arra jelentkezem, ami lesz. És akkor azt mondta, hogy akkor jó van, akkor most megpróbáljuk magát fölvenni, de 4 éven keresztül biztos volt benne, hogy én át akarok menni a színész szakra. Ami persze eszem ágában sem volt, és végül is az ő tanítványainak a sorából nőttem ki. Már túlkoros voltam, ugye, mert a többi osztálytársaim nagy része jóval fiatalabb volt nálam. Elkezdtem önálló operatőrként dolgozni Schiffer Pállal a Híradó és Dokumentum filmgyárban, és a vele csinált szociológiai tárgyú cigány problematikával foglalkozó filmjeim révén ismert meg az a rendező osztály, akiről az előbb már említettem, és így kaptam ajánlatot. Egyrészt az első, életem első filmjét Kenyeres Gáborral csináltam. Az volt a végre hétfő. Az volt a végre hétfő, amit mindenki rendezett, csak szegény Gabi nem. Az összes, barátai belerendeztek, pedig tulajdonképpen a film végül is nem volt bukás, egy komoly kritikai siker volt, ez egy ilyen kiskatona első szabad napjáról szóló történet volt, az akkori dolgoknak megfelelően meglehetősen szabad színészkezeléssel. 1971, ha jól emlékszem. Na, én nem emlékszem. Ezután Gazdag Gyuszinak a Sipoló macskakő című filmje volt, ami az első tulajdonképpen számottevő munkám volt. Akkor a gazdag lecserélt engem, akkor visszatértem a ragályira cserélt, elég jó csere volt neki.
Nekem nem annyira, de akkor megint elkezdtem dokumentumfilmezni, és aztán a Simó Sándorral, a Cséplő Gyuri leforgatása után a Simó Sándorral, az apám néhány boldog éve volt az első olyan sikeres operatőri munkám, aminek nyomán aztán Makkárolytól Mészáros Mártáig, Bacsó Péterig, Szörény Rezsőig, Sík Bandiig csináltam a filmjeimet. Egy valamiről, mint egy 35-öt. Szerényen hallgatsz, hogy végül is a kicsit kárpótolt téged a színészet, mert legalább 10 magyar játékfilmben apró epizód szerepei, de hát legalább, de, legalább de többe is. Téged, mert hát a főiskolai operatőr osztályban terjedt el ennek a híre, hogy én színész akartam lenni. És akkor emiatt az összes operatőr gyakorlatukban én voltam a világítási felület, mindig engem ültettek be modellnek, a saját kollégáim, és ott mindenféle csacskaságot kellett játszani, és akkor így az ismeretség révén, akkor nagy divat volt ugye a budapesti iskolában nem színészekkel, hanem naturokkal dolgozni. Ezzel kellőképpen kiváltották a rendezők a színészek gyűlöletét, és volt egy ilyen örökös vita azon, hogy most miért tud többet az az amatőr, aki odajön és ottan eljátsza magát a... Komoly ilyen viszályok támadtak akkor színészek és amatőrök között, de én így a barátaim különböző filmjeiben epizódokat sikerítettem, és elmondhatom, hogy több színész kollégám, akikkel egy időben indultunk, kevesebbet filmezett, mint én. Utána néztem a szakirodalomban, és úgy látszik abból, hogy az áramütéstől kezdve, ami 1978, ha jól csalódom, minden Bacsó Péter filmet már az élete végéig te fényképeztél. Igen, igen. Hogy kerültél az áramütéstől kezdve? Ennek nagyon érdekes a történet, illetve nem nagyon érdekes, a Zsombolyai János, akivel ő a korábbi filmjeinek a nagy részét csinálta, az elsőket még nem, ott volt Somló Tamástól az Illés Papiig több csinált filmeket, de aztán a Zsombival a fejlővéstől kezdve a Zsombival dolgozott. És mikor a Zsombolyai fejébe vette, hogy elmegy rendezőbe, akkor a Péter operatőrt keresett, és éppen az apám néhány boldog éve hatása, meg a Sanyi Simó beajánlása révén a Péter felszólított engem, hogy mi lenne, ha vele dolgoznék, és én hanyat homlok, igen. Rohantál. És körülbelül 15 filmet csináltam vele, és két hosszú tévésorozatot, meg több tévéfilmet. A tévésorozatban volt ez a cigányrendőrrel kapcsolatos, már nem emlékszem pontosan, mi volt a sorozatnak a címe, egy cigány fiú, aki a rendőrség keretein belül dolgozik. Ez nagy problematika volt egyébként akkor, és akkor kaptunk egy belügyi támogatást, akkor egy Pintér nevű úr volt a belügyminiszter, akkor is. És akkor kaptunk támogatást, és csináltunk ebből egy sorozatot, nagyon jó pofa volt, de aztán elsorvadt, mert elfogyott a pénz, mert hogy akkor már nem a Pintér volt. És akkor a Hello Doki című másik tévésorozatot csináltam a Péterrel, és az utolsó filmünk a Majdnem szűz című kedves darabom lett. Mondd, ezzel a filmmel kapcsolatban, a Rongyos élettel kapcsolatban, Te rongyos élet, ugye Gábor Andor szöveg, a cím, hogy volt valami különös gond, érdekesség, izgalom a forgatás során? Hát a Péter találmányai, azok mindig valamilyen napi hír alapján kerültek elő, vagy olvasott valamit egy színésznőről, aki egy megközelítően hasonló konfliktus helyzetbe került, és a sorsával megismerkedett, és ebből levezetve írta ő meg ezt a történetet. Nem utolsó sorban gondolatilag a tanú folytatásaként, hogy természetesen a két történetnek semmi köze nincs egymáshoz, csak az idő. Történelmi kor, amiben játszódik, ahol nevezetesen egy teljesen ártatlanul, vétlenül belekerülve ebbe a kitelepítési tragédiába egy pár karakternek a sorsát járta körül, azzal a humorral és azzal a
nem megbocsájtó, de elnéző, tragikomikus derűvel, ami a műzőn sajátja volt. És ezt én azt hiszem, hogy ebben a filmben el is találta, és nem véletlenül tulajdonképpen a Tanú után ez a leghíresebb filmje, a legtöbbet játszott, a legtöbbet felemlegetett dolog, nem utolsó sorban a Dorottya alakítása miatt, és nem utolsó sorban azokért a dolgok, azok miatt a dolgok miatt, amikről mindig hivatkozott, hogy én úgysem tudok olyat kitalálni, olyan abszurd baromságot, ami az életben ne überülni azt, amit kifundálok.